Sziasztok srácok, ez itt az Area Team, és ebben a videóban adni fogok nektek pár tippet az elalvással kapcsolatban. Szóval, hogyha sokszor érzitek magatokat kialvatlannak, vagy úgy érzitek, hogy nincs elég energiátok, akkor nézzétek végig ezt a videót, hiszen adni fogok nektek 6 tippet, amelyek segítségével könnyebben el fogtok tudni aludni, illetve megnövelhetitek az alvásaitoknak a minőségét. Az első tipp az idő. Választhatok magatoknak egy megfelelő időpontot az elalváshoz, és ezt úgy értem, hogyha mondjuk egy olyan lakókörnyezetben laktok, ahol nincsen csendesség, hanem hangzavar van mondjuk este 11-ig, akkor nem érdemes már nagyon korán ilyen 9-10 fele ágyba erőszakolnotok magatokat, hiszen nem fogtok tudni elaludni. Szóval érdemes addig várni, amíg tényleg csendesség lesz, lenyugszik a ház, és akkor nyugodtságban próbáljátok meg elaludni. És ezt azért mondom, mert eléggé sokszor lehet látni azt, hogy mindenki azt mondja, hogy minél előbb menjünk el aludni, ilyen 9 fele, de ez nem mindenkinek lehetséges, szóval ezt a szabályt, hogy feküdjünk le mondjuk 9-kor, ezt nem lehet mindenkire ráaggatni, hanem választhatok ki azt az időpontot, amikor tényleg a legnagyobb nyugodtság vesz titeket körül. A második tipp a fény. Srácok, az a igazság, hogy az utóbbi pár száz évben elég furcsa életet élünk, ugyanis most nézzük az állatokat. Én úgy tudom, hogy a legtöbb állat, nyilván az éjszakai állatokat kivéve, akkor kell fel reggel, amikor a nap is fel kell, illetve akkor fekszik le, amikor lenyugszik a nap. Mi emberek vagyunk az egyetlen olyan élőlények, akiknek hozzáférésük van lámpához. Szóval mi bármikor felkapcsolhatjuk a lámpát és fényesség lesz. Ezt akár az éjszaka közepén is megtehetjük, ahol full sötétség van, és hirtelen egy szempillantás alatt felkapcsolhatjuk a lámpát, és ezáltal teljes fényességet kreálhatunk. És most képzeljük el azt, hogy felkeltek reggel, már nappal van, és csináljátok a napi tevékenységeiteket, és hirtelen semmi naplemente, semmi szürkület, minden erőjel nélkül hirtelen sötétség lesz. Most sokan gondoljátok, hogy ez hülyeség, ilyen nincsen, nem így működik az élet. És pont mi ennek mondunk ellent, amikor az éjszaka közepén felkapcsoljuk a lámpát, vagy mondjuk egészen elalvás előttig egy fényes szobában vagyunk, és lekapcsoljuk, és elvárjuk a szervezetünktől, hogy elaludjon. Szóval ez nem így működik. És a lényeg, amit akarok mondani, hogy próbáljunk meg generálni egy naplementét. És ezt úgy értem, hogy mondjuk 1-2 órával az elalvásotok előtt legyetek kevés fényben. Szóval gyújtsatok egy kis gyertyát, és csak az világítson, vagy tényleg vegyétek le a fényerőt a telefonon, illetve a gépen, legyetek egy picit sötétebbe, és így ezáltal az agyatok felkészül arra, hogy most már aludni fogtok, de hát a fő lényeg az, hogy kevesebb fény éri a szemeteket. És amit még mondani szeretnék, hogy próbáljátok meg teljes sötétségben aludni. A harmadik tipp a kékfényszűrő. Le lehet tölteni alkalmazásokat mind gépre és telefonra is, amik a kékfénynek a kibocsátását csökkentik le, és ezáltal, ha ezeket használjátok, akkor könnyebben tudtok majd elaludni, mivel a legtöbb modern technikai eszköz kékfényt bocsát ki, amíg alvászavarokhoz tudnak vezetni. A negyedik tipp az étkezés. Hogyha isztok koffeinos termékeket, mint például kávé, akkor arra ügyeljetek, hogy az elalvás előtt 12 órával már ne fogyasszátok ezeket, hiszen ez meg tudja zavarni az alvásotokat, illetve még az is fontos, hogy elalvás előtt nagyjából 1-2 órával már ne nagyon egyetek, mivel hogyha esztek, az azt fogja diktálni az agyatoknak, hogy még ébren kell maradni. És mi ezt nem akarjuk. Illetve még az is nagyon fontos, hogy legyetek hidratáltak. Egyébként a nap folyamán is, és este felé is, de itt nyilván nem azt ajánlom, hogy elalvás előtt igyatok meg egy liter vizet, mert akkor éjszaka járni fogtok az illemhelyre. Alapjáratban legyetek hidratáltak. Az ötödik tipp a zene. Az elalvásban még az is segíthet, hogyha a háttérbe betesztek mondjuk valami lofi zenét, vagy valami nyugodtabb fajta zenét, vagy akinek mondjuk nem annyira jön be ez a típusú zene, az természeti hangokat is betehet, mint például mondjuk egy esőerdő zajok, illetve hát most több mondjuk nem jut eszembe, mindegy, biztos értitek. A hatodik tipp a hőmérséklet. Próbáljátok meg egy hűvesebb szobában aludni, de legyen egy meleg takarótok, szóval nem azt mondom, hogy most lehetek szétfagyva, próbáljátok meg hűvös generálni a szobában, akinek mondjuk nincsen klímája, annak egy ventilátor is megteszi. A hűvösben alvásnak számtalan előnye van, most fel is sorolok párat. Könnyebben fogtok ugye álomba szenderülni, lassítja az öregedést, a zsírégetést is támogatja, csökkenti az álmatlanságot és csökkenti a stressz szintet. Szóval megéri megpróbálni legalább egyszer. Na de srácok, erre a videóra ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel, a következő videón találkozunk, sziasztok! Thank you.